Csak a bojtos fülek látszanak ki a csalánok közül, aztán kameránkat is észreveszi a Nyíregyházi Állatpark egyik új lakója. Egy másik egyet pedig a fa mögő figyeli, mikor kapja meg a finom falatokat a forgatás kedvéért. Összesen négy hím különleges disznó érkezett, körülbelül két hónapja egy lengyel állatkertből. A Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be földünk élő világát, most jelenleg az Afrika panoráma egyik kifutója mellett állunk, ugyanis igen különleges külsejű állatokkal gazdagodott a gyűjteményünk, ecsetfülű vagy másmilyen bolytosfülű disznók érkeztek hozzánk. Alapvetően, hogyha a vadon élő sertésekre gondolunk, azok általában barna vagy szürkész színezetűek, ezek azonban égővörös szőrzettel rendelkeznek, és az ecsetfül vagy bojtosfülű elnevezés arra utal, hogy valóban ilyen ecsetszerű pamacs van a fülük végén. Bár négy patás újja van, csak a harmadik és negyedik ujján jár, a másik kettő nem érinti a talajt. Mint egy kiskutya a farkát csóválja, ha valami finomságot talál a földben, amit megehet. Az apró rovarokat, férgeket, akár csak a többi disznó az orrával túrja ki a talajból. Ugyan most óvatosan ment egyikük a vízbe a finom falatért, valójában nagyon is szeretnek dagonyázni. Sőt, igen jó futók is, egész nap nagyon aktívak. Műanyag hordókat is elhelyeztek nekik a kifutóban, ha ezeket bögdösik, szemes takarmányt tudnak enni belőle. Alapvetően ők mindenevő állatok, tehát szerintem nincs olyan növény vagy állatérletű termék, amit nem kóstolnának meg. Viszont rangsor van a csordán belül, a kondán belül is. Jól látható volt, hogy elkülönülten kellett adni nekik a táplálékot, hogy nehogy összevesztenek, de mindenki tudja, hogy a csapaton belül hol van a helye. A csapat összhangra és a békességre figyeltek akkor is, amikor úgy döntött a park, egyenlőre csak ivar érett hímeket hoznak nyíregyházára. Később, ha tenyészteni akarják majd a fajt, a négy bojtos fülű hímből csak egy marad, és több nőstény is érkezik hozzá.